Nagyon sok fajta megoldást láttam maszk viselésre vagy nem viselésre. Amit tudok mondani, ez a WHO-nak az ajánlása, hogy jelenleg az az ajánlás, hogy az hordjon maszkot, aki beteg. Sajnos egy olyan vírussal állunk szembe, ami nem rögtön okoz tüneteket, sőt elmondható, hogy az esetek 30%-ában egyáltalán tünetmentesen jelenik meg a betegség. Úgy zajlik le, hogy semmi tünetet nem vesz észre az egyén. Így nehéz azt mondani, hogy csak az viselje a maszkot, akinek nincs tünete. Maszkokból két típust lehetne elkülöníteni. Mutatom is, az egyik a sebészi maszk, a másik pedig ez az FFP jelöléses maszkok. A sebészi maszk az arra van, hogy a környezetet védjük magunktól. Feltételezzük, hogy mi vagyunk a fertőző források, ezért fölvesszük, hogy a környezetbe ne juttassunk ki vírus anyagokat. Ezzel szemben az FFP maszkok attól védnek, hogy mi ne fertőződjünk meg. Itt már a különbség is látszik, hogy ez egy sokkal inkább az arcra boruló maszk, környező nagy részen szívjuk be a levegőt, és a szelepen engedjük ki. De mivel a szelep nem tartalmaz semmiféle szűrőt, ezért ha mi betegek vagyunk, és az FFP3-as maszkot használjuk, a környezetet meg tudjuk fertőzni. Erre ez nem alkalmas. Erre alkalmas a sebészi maszk, a maszkok használata. Mutatom a legegyszerűbbet, a sebészi maszkot. A legelső az, amit már én el is rontottam, hogy úgy nyúlok a maszkhoz, hogy kezet mosok. Csak tiszta kézzel lehet a maszkhoz nyúlni, így védhetjük meg azt, hogy ne fertőződjük meg magunkat a kezünkön lévő anyagoktól. Nagyon egyszerű organizmussal állunk szembe, egy vírussal, ami most az egész világot beteríti. Mégis a legegyszerűbb módja az, hogy védekezzünk ellen, a kézmosás. Magát a maszk fölvételét, fönt található egy fémszál, ezt kell úgy megtörni, legelső, bocsánat, a szemüveg eltávolítása. Tehát a legelső az, hogy megtörjük ezt a fémet, hogy az orrunkhoz illeszkedjen. Magát a maszkot próbáljuk nem megfogni, hanem csak ezeket az oldal dolgokat, és fölrakni a fülünkre. Ezután alul meghúzzuk, hogy az arcunkat elfedje. Ezután visszarakhatjuk a szemüveget, és így most fönn van a maszk. Nem szerencsés, hogyha felvétel után hozzáérünk az arcunkhoz. Ezzel a fertőzés veszélyt fokozzuk. Ha a maszk fönn van, akkor már az arcrészhez nem szabad hozzányúlni. A levétele szintén úgy kell, hogy történjen, hogy kézmosás után a fülünk mögül levesszük ezt a részt, és elvileg ez néhány órán keresztül hatásos. Sajnos a maszkot a kilégző levegőpára tartalma tönkreteszi. Egyrészt befertőzi a saját leheletünkben lévő baktériumokat, amik normál esetben is ott vannak. Ezért is sem javasolt ezt többször használni, mert akkor a visszafertőzés, a befertőzés, és nem a vírustól, hanem teljesen más baktériumtól, vagy más kórokozóktól előfordulhat. Magát a maszkot elvileg, mint veszélyes hulladék, úgy kell tárolnunk, és úgy kell semlegesítenünk. A textil maszkok most elterjedésben vannak, igazából az csak attól védenek, hogy ha betegek vagyunk, akkor ne fertőzzük meg a környezetünket. Olyan, mint amikor köhögünk, tüsszentünk kezünket, vagy a könyökhajlatunkat oda tesszük, hogy ne repüljenek szét ezek a kórokozók. Textil masznak a szintén a tisztántartása, én azt mondom, hogy egy 2-3 óránként valószínűleg érdemes cserélni, ezt mindenképpen mosni. A vírusról annyit lehet tudni, hogy elvileg 30 fok felett megsemmisül ez a vírus, illetve egyszerű mosószerek is tönkreteszik a vírus szerkezetét, de az ajánlásokban az szerepel, hogy 90 fokon és hipóhoz hasonló fertőtlenítőszerrel való mosás javasolt, azt tünteti el teljes mértékben.